Körülbelül 8000-en laknak Vízivárosban. Bár a környéken túlnyomó részt panelházak vannak, összetartó közösség a vízivárosiaké. Dr. Horváth Miklósné kiemelte, hogy 2011-ben létrejött egy környezetvédelmi bizottság, melynek tagjai megalakulásuk óta rendszeresen végeznek szemétszedési akciókat a városrészben. A fórumon a 2013-as emlékévről is szó esett. A városi programok mellett a vízivárosiak saját kezdeményezésekkel is csatlakoznak az ünnepi emlékévhez. A vízivárosi óvoda, ahol volt egy ilyen történelmi játék is tulajdonképpen, ők idén megtartják majd a Városháztéren is azt, ugyanezt a játékot, ilyen történelmi játékot. Az iskolások azok már 2011-ben elkezdték ezt a visszahonismereti vetélkedőt, több iskolának a részvételével. Ők már a harmadik fordulót fogják tartani március 19-ét, és beneveztek a nyugdíjasok is. Székesfehérvár polgármestere is ellátogatott a lakossági fórumra, hiszen, mint mondja, fontosnak tartja a személyes konzultációt a városlakókkal. Dr. Cserpalkovics András örömmel fogadta az emlékével kapcsolatos vízivárosi programokat, mert az ünnepi év egyik legfontosabb célja a közösségépítés. Ez pedig csak akkor képzelhető el, hogyha óvodák, iskolák, civil szervezetek, magánszemélyek, kisebb, nagyobb közösségek csatlakoznak a Szent István emlékévhez, teszik meg a javaslataikat, vagy ami még jobb, szervezik meg a saját eseményeket, programjaikat, amikkel részben ők is emlékeznek ennek a városnak a történelmére, de miközben emlékeznek, közben az alapvető célt szolgálják és segítik elérni, hogy erősebb közösségét tudjunk válni. A fórumon a lakók is elmondhatták észrevételeiket, legtöbben a parkoló helyek hiányát említették, de általános problémaként merült fel a kutyapiszok és a kerékpárosok járdán való közlekedésének kérdése is.